Igazi hagyományos étel került az edényekbe a Szamosparti nyugdíjas klub sátránál. Töltött káposztát és töltött tormalevelet is készítettek a helyi asszonyok a pénteken rendezett panyolai értéktalálkozón. Olyan töltikét kínálunk, amelyik tengerikásával van töltve, és tormalevélbe. Hát, hogy aztán a fiatalság ismeri-e, de hogy szereti, az bizonyos. Mert nagyon sok éve már itt vagyunk, és mindig nagyon kapós a főztünk. A főzőversenyen összesen 12 csapat vett részt. A panyolával szomszédos kérsemjéni lecsó ízlet legjobban a zsűrinek. Készítőjétől megtudtuk, hogy a klasszikus paprika, paradicsom, hagyma alapon kívül mit tartalmaz még az étel. Beturbóztam egy kis füstölszalonnával, füstölt karajjal, raktam bele egy kis gombát, és ami a lényeg, ami a régen, ahogy nevezték a szegények lecsóját, hogy káposztával dusítottam még. Tehát az egy kis plusz löketet ad neki, meg a fűszerezés. A pénteki értéktalálkozó a 16. Panyola Fesztivál nyitónapja is volt egyben, amely egészen vasárnapig tartott. Muhari Zoltán polgármester azt mondta, az esemény minden évben új arcát mutatja meg, ezért is töretlen a népszerűsége a közelben élők és a távolról érkezők körében egyaránt. Én mindig is azt a célt tűztem ki, hogy aki ide látogat Budapestről, nagyon sokan most indultak még el, itt este 6 órakor már nagyon sok vendég lesz, olyan vendég, akik erre az eseményre jönnek a Panyola Festre. Ők arra kíváncsiak, hogy itt mit lehet enni, mit lehet inni, a gasztronómiánk, a pálinkánk, a töltött káposztánk, illetve azokra a mozdulatokra, azokra a népi jellegű értékeinkre kíváncsiak, amelyeket mi hordozunk. Viszont a helyi emberek, akik meg a szomszéd településekről, vagy épp a faluból jönnek fel erre az eseményre, azok pedig kapnak egy nagyon színvonalas, hiszen este lesz színházi eladás, zenei produkció, három színpadon megy a műsor, portaprogramok vannak, kiállítások vannak. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy Panyolán itt tudunk lenni az értékek mentén. Panyola szerves része a megyei identitás erősítésének, a település több különlegessége része a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak is. Ilyen természetesen maga a szilva, a szilvából készült ételek, a szilvalekvár, és ami kifejezetten Panyolára jellemző, az pedig a panyolai farsangnak a hagyománya, amely azt hiszem, hogy egy olyan unikum, egy olyan egyedülálló érték, amely én biztos vagyok benne, hogy ha valaki abba egy picit belekóstol, akár az archív felvételeken keresztül, vagy akár mondjuk, hogyha eljön egy panyolai farsangra, akkor egy olyan élménnyel és egy olyan emlékkel bővül az élete, amely én bízom benne, hogy soká meg is határozza majd azt a gondolkodásmódot, amelyel a paraszti kultúrából származó értékek felé fordul, mert ezek azok az értékek, amelyeket meg kell őriznünk. A térség országgyűlési képviselője szerint is az érték megőrzésben rejlik Panyola különlegessége, emiatt is van ilyen híre a község fesztiváljának. Azért az országban megismerték ezt a települést, hiszen akár a legnyugatibb településen is található ebből a finom pálinkából, de önmagában a falu jellege is olyan, hogy mindig is figyeltek. A nehezebb időkben is próbáltak figyelni a hagyományokra. És a 16. alkalommal kerül megrendezésre a Panyola Fest, ami tényleg egy kicsit különleges, kicsit sajátos. Egyrészt a világzenei kínálatával, másrészt pedig mindig igyekszik a polgármester úr és a körülötte lévő képviselőtestület, a szervezők valami újdonságot kitalálni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat megyei identitást népszerűsítő rendezvénye legközelebb Barabásra látogat.